Szeretettel köszöntünk mindenkit, úgy látom nagyjából együtt vagyunk. A mai előadásunknak ez a témája, mit jelent a Jézus Krisztusban való hit, és hogyan lesznek Isten fiaivá azok, akik ő benne hisznek. Ugye a múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy mit jelent Krisztus követővé, Krisztus tanítványává lenni, és a figyelmünk középpontjában Jézusnak az az úgynevezett misszió parancsa volt, amely így hangzik, menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítványá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Most viszont arra összpontosítjuk a figyelmünket, hogy mi a neve annak a kapcsolatnak, ami Krisztus és a tanítványa között létezik, és hogyan jön létre ez a kapcsolat, hogyan működik. Erre a kérdésre választ keresve két igét szeretnék idézni. Az egyik a Biblia főigéje, ahogy szoktuk mondani, János Evangélium 3. fejezetének a 16. verse, amely így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mindjárt egy másik igét is idéznék, János Evangéliuma 1. fejezetéből a 12. verset, de azt olvassuk, akik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Hát ha a két igét ugye megfigyeltük, akkor milyen választ találunk arra a kérdésre, hogy mi a neve annak a kapcsolatnak, amely Krisztus és a tanítványok között létezik és működik. Ugye az egyikben azt olvassuk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Másik igében pedig azt olvastuk, hogy azoknak adott hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Tehát a rövid válasz a hit ennek a kapcsolatnak a neve. És azt mondhatjuk, hogy pontosítanunk kell ezt a kifejezést, mert ugye látjuk, hogy sorsdöntő, mert Isten ugyan az egész világot szerette, de örök életet azok nyerhetnek, akik ő benne hisznek. És a másik igé pedig azt mondjuk, azok lesznek Isten fiai, azok kapnak hatalmat, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ugye fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a pontosabb kifejezés, hogy aki hisz ő benne, lényeges, mert sokan úgy gondolják, hogy aki Istenben hisz, majd üdvözül. De ez a két fogalom, hogy hiszek az Istenben, amit nagyon sok ember így megfogalmaz, és hinni ő benne, vagy az ő nevében hinni, nem ugyanaz. Nem azért nem ugyanaz, mintha az Atya és a Fiú között valami különbség lenne, hiszen maga Jézus mondta a földi életében, én és az Atya egy vagyunk. Hanem azért, mert mikor valaki azt mondja, hogy én hiszek Istenben, akkor nagyon sokszor, sajnos azt mondhatnám szinte legtöbbször, ez egy olyan maga elképzelése szerinti Isten, akiről beszél, egy olyan maga alkotta Isten, akiről szól, hogy én hiszek Istenben. Viszont hinni ő benne, Krisztusban, az viszont azt jelenti, hogy először is az ember Istent olyannak látja, amilyen Krisztus, hiszen Jézus földi életében azt mondta, hogy aki látott engem, látta az Atyát. Tehát mi ne gondoljunk az Atyáról mást, mint amilyennek őt emberfiaként a földön megismerhetjük. Tehát annak az embernek már nem maga alkotta Isten képe van, hanem Jézusról veszi a mintát, hogy az Atyáról fogalmat alkosson. És azon kívül hinni ő benne, azt jelenti hinni az ő helyettes áldozatában, a kereszt megértését jelenti. Jelenti azt, hogy hinni az ő közben járó szolgálatában, és jelenti azt, hogy hinni az ő visszajövetelében. És azt mutatjuk, hogy nagyon sok ember, aki úgy kihúzza magát, és azt mondja, hát én hiszek Istenben, azon túl, hogy ez többnyire, ahogy mondtam, mert saját elképzelése szerint Isten, még azt is hozzá kell tennünk, hogy fogalma sincs ugyanakkor, hogy mit jelent a helyettes áldozat, Krisztus áldozata, mit jelent a Krisztus közben járása, mi az a reménység, hogy Krisztus visszajövetelének a várása.
Tehát azért mondtam, hogy nem egészen ugyanaz, azt mondtam, hogy hiszek Istenben, és hogyha valaki hisz ő benne, és az ő nevében hisznek. Ezek után szeretnék arról is szólni, hogy egyáltalán mi a hit. Ugye nagyon sokan a hit fogalmát az elhinni igéből származtatják, és akkor valami ilyesmit gondolnak, hogy hát a hit az egy olyan beleélő képesség, az egy jó képzelő erő, elhinni azt, amit nem tudok megfogni, nem tudok tapasztalati úton bizonyítani. De valójában a hit fogalma az nem az elhinniből származtatandó, hanem a hinni igéből. És a kettő között nagy a különbség. Most gondoljunk arra, hogy ha azt mondom, hogy valaki hisz egy eszmében, vagy hisz egy ügyben, akkor ugye az nem azt jelenti, hogy hiszékeny, vagy jó képzelő ereje van, hanem azt jelenti, hogy van arról a dologról egy értelmi meggyőződése, azt az ügyet, vagy azt az eszmét egy értéknek tartja, és éppen ezért annyira azonosul vele, hogy akár még az életét is ráteszi. Tehát látjuk, hogy milyen más hitfogalom ez. Még egyszer elmondom, tehát a hinnégéből származtassuk a hit szót, és akkor azt jelenti, hogy hiszek valamiben, amiről van egy értelmi meggyőződésem, hiszek valamiben, amit egy nagyon nagy értéknek látok, hiszek valamiben, amiben én belülről, lelkismeretemben azonosulni tudok, és amiért kész vagyok sok mindent vállalni, megtenni, mert akkora értéknek látom. Érdekes fölütni a magyar nyelv értelmező szótárát. Hát ott az első jelentés, amit megad a hit szó mellett, az így hangzik: olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Tehát először ő is ezt a félreérthető, félreértett fogalmát veszi a hitnek, de másodszor azt mondja, bizalom valakinek a jellemében, a képességében. És ez már közel jár a bibliai fogalomhoz, mert az újszövetségi eredeti görög szó, a pisztis, az azt jelenti, hogy bizalom. És a megfelelő ószövetségi szó pedig azt jelenti, hogy szilárdság, megbízhatóság. Abból van egyébként még az ámen szóval is rokona. Hitnek a fogalma, ugye, ami azt jelenti, hogy úgy van, megszilárdít. Tehát valahogy így mondhatnám összefoglalóan, hogy a bibliai hitfogalomnak a jelentése szilárd bizalom. És ez egy nagy dolog. Szilárd bizalom. És tegyük fel azt a kérdést, hogy épül fel ez a bizalom, ugye Istenben, Jézus Krisztusban, ez a szilárd bizalom. És azt mondhatjuk, hogy ez egy folyamat, ennek vannak lépcsőfokai, vagy alapelemei, és nem is lehet egy mondattal megmondani, hogy ez a szilárd bizalom, ez hogyan alakul ki. Inkább csak tényleg feltérképezhetjük, hogy milyen folyamatban jön létre, vagy milyen elemei vannak. Ugye beszélhetünk arról, hogy kezdődhet ennek a bizalomnak a felépülése azzal, hogy az ember rájön arra, hogy a Biblia nem közönséges emberi beszédet tartalmaz, bár emberi nyelven hangzik, hanem az valóban Isten beszéde. Ugye Istent látni abszolút nem láthatjuk, maga a Biblia is mondja, hogy emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. A beszédét hallhatjuk. És ez a beszéd az, ami kezd bizalmat ébreszteni. A Pál apostol azt írja a Tesszalonikai első levél második fejezetének a 13. versében, hogy hálát adok Istennek, írja a tesszalonikai hívőknek, hogy ti nem úgy fogadtátok az általunk hirdetett, Istennek általunk hirdetett beszédét, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, hozzáteszi, minthogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Tehát ez lenne egy első lépcsőfok. Ezért mondja azt a Biblia, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje, vagyis Isten beszéde által, mert ott kezd épülni a bizalom az emberben. De ennek egy magasabb lépcsőfoka, amikor már az ember nem csak ott tart, hogy a Biblia az valóban Isten beszéde kell, hogy legyen, és elfogja egy tisztelet, egy csodálat, egy érdeklődés iránta, hanem amikor már Isten személyében kezd kialakulni egy szilárd bizalom. Ugye, és ezt egy kicsit részekre is bonthatjuk,
Tehát kezd bízni Istenben, mint teremtőben, akinek szó szerint mindenható, akinek abszolút hatalma van, és minden lehetséges, és bízni az erkölcsi jellemében. A kettő csak együtt érdekes és érvényes, mert az félelmetes lenne egy abszolút hatalom erkölcsi jellem nélkül. Tehát akkor kezd az ember az Isten személyében bízni, mikor mind a kettőt látja, az Isten mindenható hatalmát és az erkölcsi jellemét is. És akkor mi következik ebből? Akkor tulajdonképpen ebből ennek az a következménye, a természetes következménye, hogy az ember bízni kezd az Isten ígéreteiben. Mert ha úgy ismeri meg Istent, hogy ő képes is megtenni, amit ígér, meg az erkölcsi jellem is olyan, hogy mögött áll az ígéreteinek is, amit ígért, azt megteszi, akkor kezd az Isten személye iránt kialakulni benne egy abszolút bizalom, egy mély bizalom. Na de ezzel párhuzamosan ebben a tükörben magát is meglátja. És akkor szépen leépül az önbizalma. Valami ilyesmi alakul ki az emberben, hát kicsoda vagyok én az Istenhez képest. Meglátja a maga lelki szegénységét, amiről beszéltünk, mikor Jézus boldogmondásairól volt szó. Meglátja a maga méltatlanságát. És látja azt, hogy ő nem bízhat sem az értelmi, sem az erkölcsi ítélő képességében, mert az nagyon ingatag. Tehát ilyenkor már az ember nem bízik magában. És akkor jön egy újabb lépcsőfok, amikor már egy cselekvéssé válik a hit, mert eddig ez még mind csak érlelődik az emberben, formálódik ez a szilárd bizalom, de még nem vált cselekvéssé. A cselekvés pedig mi lesz? Ugye én mindig ezt magyarázom a diákoknak is, akiket tanítok a főiskolánkon. Ha most lenne itt egy tábla, akkor föl is írnám, hogy olyan, mint egy képlet, a hitnek létezik egy képlete. És így lehetne fölírni, abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, utána egy egyenlőségjel, és azt hiszem mindenki meg tudja mondani, mi lesz az eredmény, ha abszolút bízom Istenben, plusz nem bízom magamban, egyenlő, mi jön ki ebből? Rábízom magam. Na ez a cselekvés, ez a hitnek a cselekvése, mikor az ember rábízza magát. Annyira komolyan veszi az ígéreteit, és amit felőle megismert, hogy rábízza magát. Egyébként, hogy az Isten ígéreteiben való hitről nagyon szépen olvassuk a római levél 4. fejezetében, például Ábrahámról, akit a Biblia a hívők atyának is nevez, azt olvassuk, hogy ő Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, ezt meg is cselekedheti. Ez a római levél 4. fejezetének a 20-tól 21. versében található, és úgy mi is tesztelhetjük a saját hitünket, hogy hát akkor ilyen hitünk van, hogy teljesen elhisszük, hogy amit Isten ígért, ezt meg is cselekedheti, és a hűsége folytán meg is cselekszi, és rámerjük bízni magunkat az ígéreteire is cselekedni e szerint. És végül van még egy utolsó eleme is a hitnek, ez pedig a hála. Mert ha az ember rábízza magát, akkor nagy és csodálatos dolgok történnek. De akkor már az ember tudja, hogy nem az ő produktuma. Itt az Isten cselekedett, és ezért mély hálát érez, és abszolút nem tulajdonítja magának a dicsőséget. Erre mondja azt a Biblia, hogy a hit kizárja a dicsekvést. Az lehetetlenné teszi a dicsekvést. Pál apostol írja önmagáról, hogy ő nem szerénykedik, azt mondja, hogy többet végzett, mint a többi apostol együttvéve. De rögtön hozzáteszi, de nem én, hanem az Isten velem levő kegyelme. Tehát így gondolkozik, aki eljut erre a szilárd bizalomra. És nézzük utána ezt a másik igét, amit idéztem, a János evangélium 1. fejezetének a 12. versét, de olvassuk el a teljes szöveg összefüggésébe. János evangélium 1. fejezetéből olvasom tehát a 9. verstől. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, mondja Krisztusról, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.
valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azok, akik az ő nevében hisznek. Ugye az első része ennek a felolvasott ige szakasznak, hogy az igazi világosság már eljött a világba, és a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem fogadta be őt, az övéi közé, de az övéi nem fogadták be őt. Erről nekem mindig az eszemberül az ige szakaszról, hogy mellé lehetne írni az ember tragédiája, vagy az emberiség tragédiája. Ezért haladunk arra felé, amerre, ugye, hogy lépten nyomon olvashatjuk, hogy az emberi civilizáció az összeomlás szélén támolyog, mert ez a tragédia megtörtént, hogy az igazi világosság eljött a világban, itt volt, de a világ nem ismerte meg, és nem fogadta be. De aztán felvillan a reménység, amikor azt mondja, hogy valakik pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ugye amikor azt mondja, valakik pedig befogadták őt, és ugye előzze mondja, hogy a világ nem ismerte meg, rögtön érzékelteti Jézus, hogy ez egy kisebbség. Minden nemzedékben egy kisebbség. Ugye ugyanezt fejezte ki máskor Jézus, amikor azt mondta, hogy keskeny az az út, és szoros az a kapu, ami az életre visz, kevesen vannak, akik megtalálják. És széles az az út, és tágos az a kapu, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Tehát az egy illúzió, amely pedig egy nagyon elterjedt eszme, hogy a kereszténység egyszer meghódítja, és krisztianizálja a világot. Ilyen ígéretet az evangéliumokban nem találunk, hanem csak ezt valakik, akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Mit is jelent az, hogy az ő nevében hisznek? Ugye a Bibliában a név az gyakorlatilag azonos a személlyel, a személyiséggel, annak a váltó fogalma, de itt még érdemes arra is gondolnunk, hogy Jézus Krisztusnak a neve mit is jelent. A Jézus, ugye az a Jehosua, héber névnek a görögös formája, ugye eredetileg Jézus, és miért is adták ezt a nevet Jézusnak? Ugye isteni utasításra kapta ezt a nevet, ugye, amely így hangzott, Máté evangélium első fejezet 21. versében olvassuk. Ha a gyermek megszületik, ugye hangzott az utasítás Józsefnek, nevezd az ő nevét Jézusnak, azaz Jehosuának, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Ugyanis a Jehosua, ami az Ószövetségben Józsué néven is szerepel, ugye egy magyarosítva, leegyszerűsítve Józsué, de eredetileg az Jehosua, az azt jelenti, hogy Isten megszabadít. És ugye sok zsidó gyermek kapta ezt a nevet, ugye ez egy hitvallás volt így, hogy Isten megszabadít, de Jézus esetében más magyarázatot kapott ez a név, hogy Isten megszabadít, ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből, vagyis ő az az isteni személy, aki megszabadítja az ő népét annak bűneiből. És a Krisztus, ugye a görög Krisztus, az meg pontosan megfelelője a héber Massiaknak, a messiásnak, az pedig azt jelenti, ugye az Istentől felkent szabadító. Tehát akik az ő nevében hisznek, akkor az azt jelenti, hogy nem általában Istenben hisznek, hanem hisznek abban, hogy ő Isten, hisznek abban, hogy ő az isteni szabadító, hisznek abban, hogy ő a megígért messiás. Ezt jelenti a Jézus nevében hinni. Nem tudom, nem találkoztunk-e azzal, hogy régi, ókori, főleg ókori keresztény emlékeken halnak a szimbóluma van. Biztos találkoztunk vele. És nem tudjuk-e, hogy miért van ott az a hal, odarajzolva egy hal. Azért, mert a hal az görögül ichtűs. És ennek az ichtűsznek a betűiből kijön egy hitvallás. Ugye az első egy i, ugye vagy j, abból lesz a Jézus, utána jön egy ki, abból lesz a Krisztus, utána jön egy téta, abból lesz a teosz, az Isten, utána jön egy üpszilon, abból lesz a hűosz, a fiú, és a végén egy szigma, egy s betű, abból pedig lesz szótér, megváltó. Tehát ezért használták a hal szimbólumát, mert a halat jelentő görög szónak van lévő betűk, azok kiadják ezt a hitvallást, hogy Jézus Krisztus Isten és Isten fia,
és megváltó. Tehát az ő nevében hinni, ugye tulajdonképpen azt a hitvallást jelenti, amit mondtam. És nagyon érdekes ez a megfogalmazás, és nagyon fontos is, hogy azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Ez is egy érdekes szó, ez az eredeti bibliai szó. Azt is jelenti, hogy hatalom, az is benne van, hogy jogot, méltóságot, az is benne van, hogy szabadságot, az is benne van, hogy lehetőséget. És maradjunk talán a hatalom szónál, ebben tulajdonképpen ezek benne rejlenek, és azt mondhatjuk, hogy ez, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azt jelenti, hogy természet feletti segítséget, de így is mondhatjuk, hogy lehetőséget, úgy is mondhatjuk, hogy Isten fia méltóságot, jogot adott nekik, azoknak, akik az ő nevében hisznek. És ebben a kijelentésben benne van az, hogy az ember nem tud önerejéből az isteni erkölcsi törvénnyel való összhanghoz felemelkedni. Ez egyszerűen lehetetlen. Isteni hatalomra van szüksége. Kívülről, felülről jövő természetfeletti segítségre van szüksége, hogy helyreálljon a békesség, a szövetségi kapcsolat közte és Isten között, hogy a bűnei törvényszegései ellenére, az Istentől való elszakadás ellenére újra Isten fiává legyen. És tegyük fel azt a kérdést, hogy ezen túl, hogy kijelent, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiáivá legyenek, tegyük fel azt a kérdést, hogy akik az ő nevében hisznek, tehát akik a Jézus nevében is benne rejlő hitvallást vallják, azok hogyan lesznek Isten fiaivá. Azt mondhatom, hogy két értelemben, vagy két lépcsőfokban, és ebben az az érdekes, hogy legelőször még méltatlanul, még alkalmatlanul, már is Isten fiaivá lehetnek, és szeretném ezt bemutatni Jézusnak az egyik jól ismert példázatán. Lukács evangélium a 15. fejezetéből fogom olvasni a tékozló fiú példázatát. Talán nincs is, aki erről nem hallott, de azért mégis elevenítsük föl, mert bizonyos részletekre szeretnénk is kitérni. Hogy lesz Isten fiává egy bűnös ember? Ez a példázat arról szól. Így olvasom a 11. verstől. Ugye Jézus mondja ezt a példázatot. Egy embernek volt két fia. Mondta az ifjabbik az ő atyának. Atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És ő megosztotta köztük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedve mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Miután pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenve hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt az ő mezőire disznókat legeltetni. A legnagyobb megaláztatás volt egy zsidó embernek. Azt mondja, mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bőhölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki. Atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelve elment az ő atyához. És most jön a csúcspontja, a drámai csúcspontja a példázatnak. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutva nyakába esett, és megcsókolgatta. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Az ő atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozva a hízott tulkot vágjátok rá, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Hát feltenném a kérdést, hogy
Hogy nevezte az apa ezt a fiút? Ez az én fiam. Isten fiává lett. Ugye ezt ábrázolta Jézus a példázat által. És hogyan? Úgy, hogy méltó volt rá. Úgy, hogy kijavította az addigi élete hibáit. Szó sincs róla. De figyeljük meg ebben a példázatban, hogy hogyan épült fel a szilárd bizalom ebben a fiúban. Azt olvassuk, hogy először jó messzire elment az atyai háztól, teljesen helytelenül élt, semmilyen nem maradt, és akkor elkezdett gondolkozni, kezdett megfordulni a gondolkozása. És hát korábban nagyon rossznak tartotta az atyai házban élni, most viszont azt mondta, hát ott még a béresek is bővölködnek kenyérben, én meg itt éhen halok meg. Kezdte más színben látni a dolgot. Így olvastuk, magába szállt. És utána mit fogalmazott meg? Ugye éledezik a bizalom az apja iránt, hogy ott nem is rossz az apai házban, és utána azt mondja, hogy én vétkeztem, azt elmegyek, és azt mondom neki, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és arra nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, de meg fogom kérni, hogy fogadjon be a béresei közé. És utána látjuk, ahogyan így épül benne a bizalom, hogy nem fogja őt kidobni, a béresek közé be fogja fogadni. Azért megkönnyörül rajta, követi a cselekvés. Most már valahol bízik az atyában bizonyos szinten, és nem bízik magában, és elmegy. Meg jön a cselekvés. Fölkelve elment az atyához. És itt van a példázatnak ez a döbbenetes csúcspontja. Ő elkezdi mondani, hogy én nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, de még erre szó se kerül, mert még messze van, és az apa meglátja, és elé fut, és nyakába esik, és megcsókolgatja, és nem is hagyja a fiúnak végigmondani a vallomását, hanem azt mondja, hogy legszebb ruhát rá gyűrűt az ujjára, ami ugye azt jelenti, hogy az atya meghatalmazottja, sarut a lábára, és vigadjunk, mert ez az én fiam. Tehát mikor ő kimondja, hogy nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, vétkeztem is az ég ellen telen, de akkor Isten azt mondja, ez az én fiam. Na tehát ezzel a példázattal szemlélteti az írás azt, hogy Isten azonnal visszafogadja fiává az embert, amikor még a cselekedeteiben nincs változás, semmit jóvá tenni a múltból nem tud, de eljut arra a belátásra, hogy én vétkeztem az ég ellenet helyre, nem vagyok méltó, és segítséget kér, és egy derengő bizalommal hozzáfordul. Ugye ezt hívják hit általi megigazulásnak. Még semmilyen nincs, és semmit nem változott, de ez a bizalom, ez a hit már kezd felépülni benne. És elképzelhető, hogy erre a fogadtatásra ez az éledező bizalom, ez egy abszolút szilárd bizalommá válik. Mert ezt nem tudta elképzelni, ezt a hozzáállást, ezt a fogadtatást. És itt megállunk egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, itt vége a történetnek, így lesz az ember Isten fiává. Azt kell mondanom, hogy sokszor valami nagyon hiányzik a keresztény tanításban, és persze aztán a tapasztalatban is. Például egy ismerősöm mondta el, ő egy nagyon komoly egyébként olyan helyre járt igehirdetéseket tartani, ami így mondhatom, egy komoly hely. De azt mondta nekem, hogy ezt mondja, mindig csak arról hallunk, hogy térjünk meg. És ezt újra is halljuk, hogy térjünk meg. De hogy utána mi van, arról nem esik szó. Valahol ott megszakad a fonal, hogy meg kell térni az Istenhez. És valóban itt még nincs vége annak, hogy akik befogadják őt, azok hogyan lesznek Isten fiaivá. Tudnélik, van egy következménye annak, ha az Isten a fiává fogad. Ez nem egy gesztus, ez nem egy nyilatkozat az atya részéről, sokkal több annál. És hadd olvassam el, hogy mi ez a következmény. A Galácia beliekhez írt levél 4. fejezetéből olvasom. A Galácia beliekhez írt levél 4. fejezetében így olvasom a 6. és 7. verset. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe,
aki ezt kiáltja, Abba, Atya, ez egy ilyen bizalmas megszólítás. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Istennek is örököse a Krisztus által. Tehát azt mondja, ha Isten fiává fogad, ugye, itt első fokon szabadságot ad, jogot ad, hogy Isten fia legyen, de ezzel együtt ő adja az ő szent lelkét, hogy az ember belülről inspirálja, belülről tanácsolja, belülről segítse. Úgy is nevezi a szent lelket a Biblia, hogy a fiúság lelke. Tehát ismétlem, ez nem egy szimpla deklaráció Isten része, hogy ez az én fiam, hanem ha ő ezt kimondja, akkor szövetségi kapcsolatot létesít az emberrel, és így olvastuk, hogy minthogy fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe. És azt mondja, akkor nem vagy többé szolga, hanem fiú. És hogy ez még mit jelent, ez például a Római Levél 5. fejezetében így fogalmazza meg az írás, azt mondja, miután megigazultunk hitáltal, miután pusztán a hit alapján Isten fiának nyilvánít, azt mondja, bejárásunk van az Isten kegyelméhez. Ugye szabadon járulhat, segítséget kérhet, mindennel őt keresheti. Tehát ha fiú, akkor nem szolga, akkor fiúi viszonyban van az Istennel, bejárása van az Isten kegyelméhez, és utána így folytatja, és Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Megint a Szent Lelket említi, hogy kitöltetik az ő fiainak a szívébe ez a titokzatos mennyei társ, ezután kíséri és dolgozik érte. És akkor tulajdonképpen a Isten fiává válásnak ez a második szakasza, amikor, ezt úgy is nevezi a Biblia, megszentelődés folyamata, amikor már a jellemében is, a cselekedeteiben is, a jellemében is kezd az Isten fiához hasonlítani, nem a maga teljesítményéből, nem a maga erejéből, hanem a benne dolgozó Szentlélek által. Tehát látjuk, ez egy nagyon komoly dolog, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Először még érdemtelenül, pusztán a hit alapján jogot ad nekik, lehetőséget ad nekik, hogy Isten fiaivá legyenek, magához fogadja őket, fiúi kapcsolatot létesít velük, de aztán adja ezt a természet feletti hatalmat a Szentléleknek a segítségét, hogy cselekedeteikben és jellemükben is Isten fiaivá legyenek. Tehát, hogy így mondjam, amit először hit alapján csak tulajdonított nekik, csak beszámított nekik érdemtelenül, azzal szívükben, lelkükben, cselekedeteikben, jellemükben mindinkább azonosuljanak. Mert ez már egy élethosszig tartó folyamat. És milyennek a folyamatnak a vége? Olvassuk el János evangéliuma 1. levele 3. fejezetéből, itt egy szép összefoglalást olvasunk erről. Tehát János apostol 1. levele 3. fejezetéből olvasom a 2. verset. Ezt az egész folyamatot olyan nagyon röviden, nagyon egyszerűen összefoglalja, és ezt mondja. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Hit alapján Isten olyan méltatlanul is magához fogad, mint ahogy a példázatban olvastuk. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá. Tehát a hitbeli bizakodással mondja, ha erről az útról le nem térünk, akkor hasonlókká leszünk ő hozzá. És mi a vége? És meg fogjuk őt látni, amint van. A vége az Istennel való szemtől szembe találkozás, és a megváltóval való szemtől szembe találkozás, és az örök élet elnyerése az újjáteremtett földön. Tehát nagyon nagy dolog foglaltatik benne ebben az egyetlen egy egyszerű kis kijelentésben, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. És azt tudom mondani, hogy akik ezen az úton járnak, mindegy, hogy melyik fejlődési fázisában a dolognak, tehát elindultak az először a derengő bizalommal, aztán ebből lesz egy szilárd bizalom,
aztán először méltatlanul, pusztán hit alapján Isten fiaivá lesznek, aztán ez dolgozik bennük, a fiúság lelke, és mind jobban hasonlítanak hozzá, és akik ezen az úton járnak, és akiknek az életében akármelyik fokon ez a folyamat halad előre, azokról azt mondja a Szentírás, hogy Isten különleges figyelmének a tárgyai ezen a földön. Ugye ezt nagyon sokféleképpen fejezi ki az írás. Például a 33. Zsoltár ezt mondja, az Úr szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Tehát, hogy így mondjam, ezek az emberek, akik azok a valakik, akik befogadták őt, azok nem úgy van, hogy itt vannak az élet dzsungelébe kiszolgáltatva, teljesen esetleges, hogy mi történik velük, nem azt mondja, szemmel tartja őket, hiszen az Isten nagy árat adott az ember megváltásáért, és ezek a megváltás kimondhatatlan áldozatának a gyümölcsei, akikért értelme volt ezt meghozni. Tehát ők Isten szemében nagyon fontosak, és azt mondja, szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, és így folytatja, hogy az éhségben is eltartsa őket, és kimentse lelküket a halálból. Tehát e földi gondviselés is, és végül a haláltól való szabadítás. A 21. Zsoltár is egy gyakran idézett, jól ismert Zsoltár, és ebből is hadd olvassak néhány sort. Ugye ilyen személyes ígéretként ígéri Isten. Így olvasom, nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Émél nem szunnyad, és nem alszik az Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Ugye az előbbi ige is, amit idéztem, amikor azt mondja, hogy szemmel tart, kifejezi, hogy nem avatkozik bele erőszakkal a földi körülményekbe, és nem veszi ki azokat, akik Isten fiaivá lettek, azaz ő jelen fejlődésüket is csiszolja itt a földi élet küzdelmében a megmaradás, de viszont azt mondja róluk, hogy a figyelme rajtuk van, és itt ezt még jobban részletezi a 121. Zsoltárban, hogy nem engedi, hogy lábad inogjon. Amennyiben te nem mondod föl ezt a kapcsolatot, nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ, és milyen szép ez a hasonlat, nézzük meg. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Ugye az árnyék az mindig kíséri az embert. Azt mondja, és láthatatlan az árnyék, ugye? Nem tudod megfogni. Tehát azt mondja, egy láthatatlan jelenlét kísér, mint az árnyék kísér, és mindig jobb kezed felől van. És utal a földi gondviselésre, ugye, hogy nappal a nap nem szúr meg sem éjjel a hold, de egy nagyobb dolgot is ígér, az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Tehát az ember szabadsága megmarad, de ha az ember ki nem lép ebből a szövetségből, ha nem fordít neki hátat, akkor megőrzi a te lelkedet, megőrzi minden gonosztól, és megőrzi a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva, az Istennel való szövetség kötéstől fogva, mindörökké. Utoljára még egyetlen igét idézek, amit maga Jézus mondott, ott ezt a hasonlatot használta János evangéliuma 10. fejezetéből idézem, azokról, akik befogadták őt, és akiknek hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Ezt mondja róluk, János evangéliuma 10. fejezetéből olvasom, ugye a hasonlatban azt mondja, hogy ő a jó pásztor, és ezek az ő juhai, akik ismerik őt, és ő is ismeri őket, és ismerik az ő szavát, és követik őt. És ezt így olvasom a 27. verstől. Az én juhaim, tehát akik Isten fiaivá lettek, akik befogadták őt, hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik. És soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.
és még nagyobb nyomatékkal hozzáteszi, az én atyám, aki őket nékem adta, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk, mondja Jézus. Micsoda biztosíték ez a földi élet viharaihoz és küzdelmeihez, de hozzáteszem, senki az emberek közül, vagy körülmények közül, kivéve saját magunkat. Mert az ember szabadsága mindvégig megmarad. Az ember kiléphet. A Biblia nem tud elveszíthetetlen és ellenállhatatlan kegyelemről. Az ember szabadságát Isten 100%-ig tiszteletben tartja. Tehát nem kell félni, hogy valaki itt most elkötelezte magát valamire, és akkor már innét nem léphet ki. A szabadsága megvan. De ha nem lép ki, ha halad előre, akkor ez a különleges ígéret vonatkozik mindazokra, akik befogadták őt, és akiknek Isten hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Hát itt befejezzük, jó? És lehet kérdezni, hozzászólni. Ugye annyiféle misztikum, meg félreértés van a hit fogalma körül, és látjuk, hogy milyen egyszerű, tiszta ennek a biblikus fogalma, és tanítvány-tan-mester kapcsolat, valódi Krisztus követés hit által valósulhat meg. Ilyen szilárd bizalom nélkül nem létezik Krisztus követés, és csak akik az ő nevében hisznek, azoknak tud hatalmat adni, hogy Isten fiaivá legyenek. Múltkor olyan élénk beszélgetés volt, mert túlságosan bensőséges téma volt talán. Igen, tessék. Én azt szeretném megkérdezni, mert számomra nem egészen világos, hogy Isten megőrzi az ember késbe menetelét, hogy ezt hogyan kell érteni, mi ennek a bibliai értelmezése a kimenetnek és a bejövetelnek. Egyszerűen azt jelenti, hogy minden utadban, tehát amerre jársz, tehát a földi gondviselésre vonatkozik, igen. Elmész valahova is, hazaérsz, és bemeneteledet megőrzi. Van-e valakinek kérdése, vagy? Megvallom őszintén, hogy most egy nagyon nagy kérdésre kaptam feleletet, mert én úgy gondoltam, hogy maga a hit az olyan, mint egy kaszinóban rulett. Uh-huh. Hogy teszek egy számra, és akkor az, anélkül, hogy én tehetnék valamit, az ott pörög, és egyszer csak kijön, vagy nem jön ki. Tehát úgy éreztem, hogy a hitnek az erőssége egy ilyen blaszfémikus hasonlatban már elnézés, de abban mutatkozik meg, hogy nem tudom, és itt most elhangzott az, hogy tudom, hogy mi lesz ennek az eredménye. De, mert a kaszinóban nem tudom. Nem, fogalmas, sincs, ott játszom. Szóval vagy bejön, vagy nem. Ez, hogyha elkötelezem magam, akkor körvonalazódnak az eredményei is. Ez is egy folyamat. Szóval nekem az nagyon fontos, hogy a Bibliában nem ilyen nagy pillanatok vannak, hanem folyamatok vannak, amik konkludálnak aztán egy... Hát ezt a görögök úgy mondják, hogy kairosz. Igen. Szóval alkalom, egy talán alkalomnak lehetne mondani, amikor eldől valami, szóval megmutatja magát valami, és el is dől. Hát köszönöm szépen, mert így vissza tudtam jönni Magyarországra, mondjuk Monakóból. Nagyon köszönöm. Ugye, azért megett, hogy a Monakót a rulett hasonlat révén. Szeretném akkor tehát
elmondani, ennek nagyon örülök, hogyha ez segített, mert ez az a bizonyos üdvbizonyosságnak a kérdése. Ugye, tehát nagyon sok ember úgy gondolkozik, mint egy fiatal házaspár egyszer, akkoriban ismerkedtek így a bibliai tanításokkal, és egy vidéki városban voltam, kikísértek a vonathoz, és akkor mondják nekem, hogy hát ugye az ember elindul a hit útján, de hogy végül fogunk-e üdvözülni, ez majd csak akkor derül ki. Én nekem ennyi rövid visszakérdésem volt, akkor minek élni? Ugye? Tehát ez nem ilyen bizonytalan. Ugye Pál apostol azt mondja, én úgy futok, mint nem bizonytalanra. Tehát ezt kell megérteni, hogy Isten nagyon akarja. Hát nem hozott ilyen kimondhatatlan áldozatot azért, hogy utána a szijába való legyen. És ha én is akarom, és én is nagyon akarom, akkor az eredmény biztos. Mert erre vonatkozik az a bizonyos titokzatos predesztinációs terv, ugye ez egy külön nagy téma, ezt a predesztinációt is rettenetesen félreértették az egyház történelem során, hogy ugye predesztináció szó szerint azt jelenti, hogy előre rendelkezés, rögtön mondom, nem eleve elvégzés, ugye a mi károli fordításunk mindig azt mondjuk eleve, de mit sugall az, hogy eleve? Függetlenül, hogy te mit csinálsz, hogy döntesz, ez Isten a maga szuverén hatalmával eleve eldönti. De a görög szövegben egyszerűen az van, hogy pro, prepozíció, előre. Tehát a Biblia szerint Istennek van egy terve, egy előre elkészített terve minden ember számára, akiről így mondja, akikről ő előre ismerte, hogy őt szeretni fogják, vagy az igazságot szeretni fogják, ez ugyanaz. És ez, hogy mondjam, egy rendkívül patika mérlegen kidolgozott terv, nem veszi ki őket az élet küzdelméből, de amennyiben ők befogadják őt, és elindulnak ezen az úton, ez a titokzatos gondviselés kíséri őket, és nem engedi, hogy bármilyen külső körülmény vagy ellenség őket a céltól eltérítse. Például ezzel függ össze ez az ige, kevesen gondolják azt, hogy ez törvény. A korintusi első levél 13. fejezetének, illetve 10. fejezetének a 13. verse így hangzik. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Tehát azok életében, akik Isten fiaivá lesznek, ott, mint a fiaira gondot visel, és a szemmel tartja őket, és azt mondja, ez a titokzatos terv működik, és nem kerülhetnek olyan megpróbáltatásba, ami meghaladja az erejüket, és olyanban, hogy egy sötét zsák, amiből nem tudnak kijönni, és nincs belőle kiút, azt mondja, megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Tehát átmennek az élet küzdelmén ők is, de mint az árnyék, kíséri őket az isteni kegyelem, és működik az isteni terv. És ugye sokan azt hiszik, hogy ez egy olyan kegyes mondás, olyan mindent jóra magyarázó kegyes mondás, ami a római levél 8. fejezetének a 28. versében van, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. De az eredeti szöveg az így hangzik. Azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát valami titokzatos terv és titokzatos gondviselés kíséri őket. Vagy történnek velük jó dolgok, rossz dolgok, megpróbáltatások, de ezek mind együtt munkálkodnak, úgy vannak beállítva, úgy vannak beleszőve az életükbe, hogy munkálják a legfőbb jót, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. Ez egy rengeteget lehetne erről beszélni, nekem ez egy kedvenc témám, ha valakit érdekel esetleg bővebben, legközelebbre hozok egy kis könyvet, amit pár évvel ezelőtt írtam, az a címe az Isteni előre elrendelés. Nem hosszú könyv, és a sokkal részletesebben kifejti ezt az egészet, hogy Isten hogyan oldotta meg azt, hogy neki van egy monumentális megváltási terve, de az olyan, mint egy mozaik kép, az egyéni életeknek a kis mozaikjaiból és cselekedeteiből áll össze, és hogy csinálta ő azt, hogy mindenkinek a szabadságát tiszteletben tartja, és mégis kihozza azt a mintát, amit ő elgondolt. És hogy akik Isten fiaivá lesznek, azokat önmagukon kívül senki sem akadályozhatja meg, hogy a célba elérjenek.
Érdekel valakit ez a kis könyv, mert akkor hozok valamennyi ki. Többen szeretnének? Jó. Jó, akkor hozok egy néhányat a legközelebbi alkalomra. Jó. Mondhatom, hogy izgalmas szinte, ezt megismerni közel. Tessék? Csak szeretném megköszönni ezt a záró gondolatot, mert pont az járt az eszembe, hogy mindenki életében van olyan, hogy meginog a hitben, és én, hogy ilyenkor milyen kapaszkodóink vannak az imádságon kívül, és ezek a gondolatok és ezek az idézetek most pont ide vágtak, úgyhogy köszönöm. Örülök neki, és ugye majd ebben, aki ezt a kis könyvet elolvas, azt is láthatja, hogy azért az Isten mindig hűséges ebben a szövetségben, az ember meg sajnos csinál kanyarokat, meg letér az útról, meg egyebek, de van egy ilyen gyönyörű ige a Timóteushoz írt második levélben, azt mondja, még ha mi hitetlenkedünk is, mármint aki Isten fiává lett, de közben valahol hitetlenkedik, ő hű marad, mert magát nem tagadhatja meg. Nem csodálatos megfogalmazás ez? Isten a maga erkölcsi jellemét, az ő hűségét nem tagadja meg. És azt lehet mondani, hogy akkor kimegy az ember utána kanyarokba, akkor azért fáradozik, hogy visszaterelje a jó útra, de ha az ember kerekperesszel nem utasítja, akkor ezt a választást meghagyja neki, akkor az Isten addig jár utána, míg megint próbálja a célig elvezetni. Valami hihetetlenül türelmes és álhatatos munka ez az Isten részéről, amit az egyes emberekért végez. Én mindig elgondolkodom azon is, amit Jézus mondott, azt mondta, hogy az én atyám a szőlőműves, ti vagytok a szőlőveszők. És azt mondja, aki én bennem gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Én nem vagyok tisztában pontosan a szőlőműveléssel, de egy ismerősöm az ilyen szőlőművelős vidékről való, és mondta, hogy hát ez a hasonlat azért mond nagyon sokat, mert a szőlő az, amit nem lehet elhanyagolni. A szőlőben ott mindig kell dolgozni, és nem különös ez, hogy úgy mutatja be az atyát, mint egy szőlőművest, aki az embereknek a szőlőveszőivel foglalkozik, hogy azok gyümölcstermőre váljanak, és nagyon keveset sejtünk mi ebből, de az is hatalmas.